élmény autózással várta a súlyos betegséggel küzdő és abból felépült gyerekeket a Ments Életet Alapítvány. A szervezet 13 éve segíti a nehéz helyzetbe került családokat. A hasonló programokkal az a céljuk, hogyha egy kis időre is, de elfeledtessék a gondokat. Ezt az egyedi versenyautó szimulátort, akadály és kressz pályát, és az élményautózást is kipróbálhatták szombaton a Ments Életet Közhasznú Alapítvány által támogatott családok a Magyaródi Hungaroringen. A szervezet 13 éve segíti a súlyos betegségben szenvedő és ezekből felgyógyuló gyermekeket és családtagjaikat. Molnár Domonkos három testvérével és szüleivel Budapestről érkezett a családi napra. A 13 éves fiúnál 2020-ban diagnosztizáltak leukémiát. Két évig kapott kemoterápiás kezeléseket. Ma már jól van, aktívan sportol, Kulácsi Péter magyar válogatott labdarúgó a példaképe. A fiú maga mesélt az elmúlt évek megpróbáltatásairól az M1-nek. Én leukémiás voltam, az alapítvány a betegségem után nagyon sokat segített, hogy boldog legyek. Az alapítvány és támogatói Kavács Valóra Te is egy beteg gyermek álmát program keretei között a gyermekek különleges kívánságait, titkos vágyait igyekeznek évről évre teljesíteni. Azt gondolom, hogy a hétköznapi mókuskerékből ki kell néha lépni, és figyelni kell azokra az emberekre, azokra a gyerekekre, akik súlyos betegségen esnek keresztül. A mai rendezvénynek az a célja, hogy őket támogassuk a végső felépülésben, hiszen ők már a saját versenyüket megvívták a saját versenypályájukon, és most az ünneplésé az idő. A beteg gyermek miatt a testvérek sokszor a háttérbe szorulnak. A szülők nehéz helyzetbe kerülnek a hónapokig, akár évekig is eltartó kezelések miatt. Az alapítvány ezért fontosnak tartja, hogy a komplett családokat segítse. Erről már a Ments Életet Alapítvány kuratóriumának elnöke beszélt a családi napon. A családon belül a szülő gyakorlatilag a több évek keresztül tartó kezelés után mind, hát ha mondhatom így, gazdaságilag és mentálisan is erőteljesen amortizálódik. Tehát ezt, bocsánat, azért én magam is érintett voltam ebben a történetben, ezért fogalmaztam így. Tehát pontosan látom, hogy ez miről szól. És nagyon nehéz helyzetben vannak, nagyon kellenek az élmények. Az élmény gyógyít. Alapvetően mi, nekünk az, a hitvallásunk az, hogy az élmény gyógyít. Az élményautózással egybekötött családi napra csak nem 100-an érkeztek az ország számos pontjáról. Az alapítvány az élményprogramok mellett folytatja az álomiskola projektjét is, amely a gyógyult gyermekek társadalomba történő visszailleszkedését segíti elő, például terápiás kezelések, sport, nyelvtanulás finanszírozásával. Az álomkommandó programjukkal pedig a rászoruló családok mindennapjain igyekeznek enyhíteni.